Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Pünkösd hétfő szép délutánján önök a következő órában a Hit kapuja című műsort hallhatják majd Székely János püspökatyával és Kindelman Győzővel. Püspökatya ugyan még nincs itt a stúdióban, mert részt vett Mária remetén a karizmák ünnepén, amelyet rádiónk is közvetített az elmúlt órákban, de reméljük, hogy hamarosan azért ő is megérkezik. Erdő Péter bíboros úr a remetei szentmise előtti előadásában a Hit évéről beszélt, és a Hit kapuja című műsor szintén a Hit éve, vagy a Hit éve jegyében indult néhány hónapja, hiszen a Szentatya a nemrég kiadott apostoli levelében, melynek kezdő szavaiból műsorunk címét is kölcsönöztük, azt írja, hogy az ősszel kezdődő Hit évére készüljünk fel már jó előre lélekben. Olvassuk, hát természetesen elsősorban a Szentírást, de mellette a katolikus egyház katekizmusát, a zsinati dokumentumokat is, hogy elmélyüljön a hitünk, hogy megszűnjenek a bennünk felmerülő kételyek, és hogy adott esetben mondjuk megfelelőképpen tudjunk válaszolni, hogyha valaki a hitünket érintő kérdésekről érdeklődik nálunk. Műsorunk hitvédelmi megközelítésben ez utóbbiakhoz kíván segítséget adni önöknek hétről hétre, hétfőnként ebben az időpontban. Az elmúlt hetekben a katolikus egyház szentségeiről beszélgettünk. A mai alkalommal tovább haladunk ebben, és hitünk egyik legközpontibb szentségéről, ha fogalmazhatok így, és ha tehetek különbséget egyáltalán a szentségek között, tehát az eukarisztiáról hallhatnak majd. Az oltári szentség a protestáns egyházak körében a legtöbbet támadott szentség, így az gyakorlatilag egyikük sem fogadja el. Vagyis nem hiszik, hogy a szentmise áldozat bemutatása során a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé változik át. A mai alkalommal éppen ezért, több minden más mellett, az ő állításaikat is megcáfoljuk a Biblia, a szent hagyomány, és egy kicsit talán a logika segítségül hívásával is. Az imént azt mondtam, hogy a protestánsok nem hiszik, hogy a kenyér és a bor Jézus valóságos teste és valóságos vére lesz az átváltoztatás során. Nos, hogyha a szívünkre tesszük a kezünket, be kell vallanunk, hogy sok katolikus testvérünk sincs igazán tudatában ennek, vagyis nem úgy megy be áldozni, hogy méltóképpen felkészült már erre. Nincs meg a lelkében például az illő tisztelet. Az áldozás inkább egyfajta rutinná vált talán egyesek életében, vallásos hitbeli életében. Persze, hogyha belegondolunk, nem igazán új keletű dolog ez. Egy példát hadd említsek, Luther közeli munkatársa volt a 16. században, Philip Melanchthon, író és protestáns gondolkodó teológus volt, és ő azt mondta egyszer, vagy talán le is írta valahol, hogy ha a katolikusok valóban hinnék, hogy a tabernákulumban, vagyis az oltári szentség őrzésére szolgáló szekrénykében valóságosan jelen van Jézus, akkor tulajdonképpen a nap minden percében ott lennek a templomban. Hát azt hiszem, ezek alapján azért érdemes elgondolkodni a saját hitünkön. És közben, míg itt bevezető gondolataimat megtettem, megérkezett Püspök atya is a stúdióba. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntök szeretettel. Püspök atya, arra kérnélek itt rögtön a műsor elején, hogy ahogy már itt a szentségeknél megszokhattuk, a katekizmus meghatározásait elevenítsük fel az oltári szentséggel kapcsolatban, hogy mit tanít az egyház az eukarisztiáról, aztán bizonyítsuk be, vagy legalábbis nézzük meg a szentségnek a biblikus eredetét, mint a többi szentség esetében is tesszük, hiszen a protestánsok által egyik leginkább támadott felület, hogy az eukarisztiának a gyökere egész pontosan az, hogy Jézus Krisztus valóságos teste és vére lesz a borból és a kenyérből. Ez szerintük nem helyezhető biblikus alapokra. Érdekes lenni talán egy kicsit kitérni az ószövetségi előképekre is, és megindokolni, hogy ezeket miért tekinthetjük eukarisztikus előképeknek. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket. Az eukarisztia a legnagyobb szentség, így is nevezi a II. Vatikáni zsinat, hogy az egész keresztény élet forrása és csúcsa.
mert Krisztus önmagát ajándékozza ebben a szentségben, nem csak a segítségét vagy az erejét. A katolikus egyház katekizmusának a kompendiuma, ez a rövidített kiadása a katekizmusunknak, így fogalmazza az eukarisztia lényegét. Az Úr Jézus testének és vérének áldozata, melyet azért alapított, hogy jelenvalóvá tegye az időben, egészen az ő eljöveteléig a kereszt áldozatát, és ezzel az egyházára bízta halálának és föltámadásának emlékezetét. Az egység jele, a szeretet köteléke, a húsvéti lakoma, amelyben Krisztust vesszük, a lélek betelik kegyelemmel, és megkapjuk az örök élet zálogát. Egyébként ezek Akvinói Szent Tamásnak az eukarisztikus himnuszából való megfogalmazások itt a kompendium legutolsó mondatában. Krisztus így szólt a tanítványaihoz az utolsó vacsorán, vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, amelyet értetek adok. Aztán kezébe vette a borral telt kelyhet, és azt mondta nekik, vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, mely értetek és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ez tehát az eukarisztia lényege, Krisztusnak a teste és a vére önmaga, az ő húsvéti titka, amelyet az egyházra bízott. Istennek minden tette örök, a megváltásunk titka is örök, Isten szeretete örök, és ebbe az örök titokba lépünk bele az időben, amikor a szentségek által az egyház megnyílik a kegyelemnek, és ezt a kegyelmet befogadja. Most nézzük meg ennek egy kicsit a bibliai alapjait, de ha szabad, mint a többi szentségnél itt is mondanék egy pár szót a Biblián kívüli antropológiai gyökerekről, ugyanis minden szentség az isteni kegyelemnek testi, történelmi, társadalmi megtestesülése, és ezeknek nagyon mély antropológiai, embertani gyökerei is vannak. Az ember nagyon ősi időktől fogva megtapasztalta azt, hogy az életünket nem tudjuk a saját erőnkből fönntartani, hanem ahhoz a teremtett világból ki kell szakítanunk darabokat, le kell ölnünk állatokat, növényeket kell magunkhoz venni, hogy az életünket fönntartsuk, azt valamilyen módon a világon keresztül kapjuk. És mivel az ember kezdettől fogva sejtette, tudta, hogy a világ az istenség alkotása, azért mindig úgy gondolták, hogy az ételt az Istentől kapjuk. Ő alkotta az anyaföldet, tehát az ő teremtő jóságából jönnek elő a növények, a gabonák, a gyümölcsök, az ő teremtményei, az állatok, tehát Isten adja az ételt. És nagyon sok népnél kialakult az a szokás, hogy amikor együtt ettek, akkor egy helyet fönntartottak az istenségnek. És úgy tekintették, hogy ő a család fő, ő adja az ételt, és neki köszönték meg az ételt. Sőt, vannak olyan nagyon ősi vallási hagyományok, amelyek mintha arról beszélnének, hogy a teremtett világban benne van az istenség, és amikor az ember eszik a világból, mint egy kiszakít a világból egy darabot, akkor az Isten testéből szakítunk ki. Isten adja nekünk az életerőt, hogy éljünk. Vagyis az étkezés az egy szent pillanat volt az ember életében, ahol azt élte át, hogy a létünk ajándék, teremtmény vagyok, és a létemet Istentől kaptam, és ő is tartja fönn a létemet. Tehát van ennek egy nagyon mély antropológiai alapja is, amit aztán az üdv történetben és Krisztusban beteljesedni látunk. Az ószövetségi gyökerek közül csak hármat emelnék ki. Az első a Sinai-hegyi szövetségkötés jelenete, ahol Mózes egy nagyon különleges szertartást végez, állatokat áldoznak fel, és utána a vérrel meghinti az oltárt, illetőleg meg is kenik az oltárnak a szarvait. Ez egy különleges szertartás, mind a négy sarkán az oltárnak volt egy ilyen kis szarvacska, és azok különlegesen szent helyei voltak ennek az oltárnak, tehát azokat kenték meg, illetőleg meghintette a népet. Miért tette ezt? Egy különleges ősi rítus, ami majdhogy nem azt fejezi ki, hogy Isten, akit az oltár szimbolizál, és a nép,
egy ilyen vérszerződésre lépnek. Tehát ugyanaz a vér hinti meg őket, szinte testvérekké lesznek. És Mózes ezt mondja, ez a szövetség vére, annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úristen veletek kötött. Jézus az utolsó vacsorán ugyanerre hivatkozik, és ezt idézi. Azt mondja, hogy ez az én vérem a szövetségé. Tehát azt mondja, hogy egy új szövetség kötődik, Isten és ember végérvényesen egyek lesznek, testvérek lesznek, azáltal, hogy az Isten a saját életét, a saját vérét adja nekünk. Talán még azt is érdemes megemlíteni, hogy ezután, az ószövetségi jelenet után megint csak egy nagyon különleges és nagyon ritka leírást hallunk. Azt mondjuk, hogy Mózes, illetőleg hárman, akik legközelebb álltak hozzá, Áron, Nadab és Abihu, fölmennek a hegyre, és így mondja a Szentíró, hogy látták Izrael Istenét. Ettek és ittak. Tehát Isten színe előtt szinte vele együtt étkeznek, vagyis egy közösségbe kapcsolódnak az Istennel. Ez megint csak az Ószövetségben egy megsejtés, illetőleg egy előképe annak a beteljesedésnek, amikor valóban az ember az Istennel egy asztalhoz ülhet, az ő színe előtt az eukarisztikus lakomából részesedhet. Egy másik nagyon érdekes előképe az eukarisztiának a manna a pusztai vándorlás idején. Ennek a különleges ételnek valószínűleg volt egy, vagy van egy természetes magyarázata is, amit egyébként maga a bibliai leírás is említ. Azt mondja, hogy olyan volt az igyem íze, mint a tamariszkusz bokor gyantájának. És valóban, aki ismeri a sínai félszigetnek, illetőleg annak a környéknek a növényzetét és viszonyait, azt tudja, hogy mind a mai napig a beduinok ennek a növénynek, a tamariszkusznak a gyantáját nagyon szívesen eszik, mert édes és egy kellemes étel, főként reggel, amikor frissen kijön a növényből, és nagyon gyakran a nagy hőségben aztán elolvad és ehetetlenné válik. Amire szintén a Biblia egy kicsikét utal, hogy reggel kellett megenni, nem lehetett eltenni, mert akkor tönkrement. És ezzel a titokzatos étellel kapcsolatban aztán nagyon sok szép bibliai megfogalmazás születik. Például azt mondja a Biblia, hogy mennyei kenyeret adott nekik, angyalok kenyerét ette az ember. Tehát Isten ad ételt az embernek. Később kialakul egy olyan legenda is, vagy egy ilyen szép hagyomány, hogy a paradicsom kertben is az Isten adott mennyei ételt az embereknek. A égi kenyeret, angyalok kenyerét ehette Ádám és Éva a paradicsom kertben. És talán erre utal Jézus megkísértésének a története, ahol arról hallunk a Márkféle leírásban, hogy vadállatok között élt, tehát békésen, mint valaha a paradicsomban együtt élt a vadállatokkal, ahogy mondja is Izaiás, hogy együtt lakik majd a farkas a báránnyal, tehát újra a paradicsomi béke eljött, és ezt teszi hozzá az evangélium, angyalok szolgáltak neki. Sőt, ha szó szerint fordítjuk, angyalok felszolgáltak neki, vagyis hozták neki az ételt, úgy, mint a paradicsom kertben. Jézus legyőzi a sátánt, a kísértőt, aki a paradicsom kertet elragadta az embertől, és ilyen módon Jézus visszaszerzi a paradicsomi boldogságot, angyalok kenyerét eheti. Tehát egy szép szimbolikus jelzése annak, hogy amit az ember a bűnnel elveszített, az Krisztus által visszatér. A harmadik fontos ószövetségi előkép pedig, és ezt nagyon bőven lehetne kifejteni, a húsvéti vacsora szertartása, a húsvéti bárány megölése és a kovásztalan kenyerek ünnepe. Nagyon jól tudjuk, hogy Jézus utolsó vacsorája, ez egy húsvéti vacsora volt. Ezt kérdezte a tanítványaitól, hogy hol költhetem el a húsvéti bárányt veletek, mielőtt szenvedek, és így rendezi meg, tehát a régi hagyományos zsidó húsvéti vacsora kereteiben az ő utolsó vacsoráját, a búcsú vacsorát.
És hát van az Új Szövetségben az utolsó vacsorán kívül még egy nagyon-nagyon fontos részlet, amit azt hiszem nem hagyhatunk említés nélkül. A kenyérszaporításoknál, főleg az elsőnél, ahol János apostol nagyon-nagyon, János evangéliumában nagyon-nagyon hosszú részletet olvashatunk arról, hogy Jézus többször is kitér tanítványainak, tehát akik a csoda után ott maradtak vele, arra, hogy az ő teste és az ő vére az sokkal többet ér annál, mint amit itt az 5000 férfi evett annak ide, vagy evett ott annak azt megelőzően. Erre még egyébként bővebben is kitérnénk. Viszont maradjunk még egy picit az Ószövetség körül egy kérdés erejéig. Mennyiben lehet vonni párhuzamot a Szentmise áldozat és mondjuk az Ószövetségi templomi áldozat között, vagy általában, ahogy itt említetted Püspök atya, a különböző népeknek az áldozat bemutatása között. Egyáltalán a Szentmise valójában egy áldozat-e? Egy protestáns vitairatban ugyanis azt olvastam nemrég, hogy a katolikusok miséje az nem áldozat, hiszen a zsidókhoz írt levélben, a Szentírásban azt olvassuk, hogy Jézus csak egyszer áldozta fel magát, tehát az megismételhetetlen. Nem szó szerint idéztem, de ez a lényege a hetedik fejezetben levő, a zsidókhoz írt levél hetedik fejezetében levő mondatnak. Maga az áldozat egy rendkívül ősi emberi gesztus, és azt fejezi ki, hogy az ember szeretne valamit az Istennek adni hálából, hogy kifejezze az imádását, a hódolatát, igazából önmagát kellene odaadnia. De önmagát az ember teljesen nem tudja odaadni, és azért régi népek úgy gondolták, hogy valamit adok magam helyett. Egy állatnak az életét, és annak a füstje az áldozatnak az ajándéka valahogy eljut az Istenhez, és akkor őtől lejön az áldás. Tehát egy nagyon ősi gesztus, amivel a hódolatot, az imádást, a hálát az ember megpróbálja kifejezni. Benne van ez az Ószövetségben is, a rengeteg állatáldozatban, illatáldozatban, italáldozatban és sokféle más szertartásban, amit a templomban végeztek. Ezeknek a beteljesedése Jézus áldozata. Erről különösen a zsidókhoz írt levél ír, amely Jézust úgy mutatja be, mint főpapot, aki a szentélybe belép a saját vérével, ő nem valami mást áldoz föl, hanem önmagát, és ezzel örök megváltást szerez. Egy élő és új út lesz az Istenhez, az ő áldozata által mindannyian eljuthatunk az atyához. Tehát, hogy Jézus kereszt áldozata, az ilyen értelemben áldozat, ez teljesen nyilvánvaló a Biblia tanításából. Maga Jézus is így értelmezi a saját halálát, amikor azt mondja, hogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és odaadja az életét váltságul sokakért. Tehát váltság, engesztelés az ő élet áldozata a világ bűneiért. Ez az én vérem, a szövetségé, a bűnök bocsánatára, amely kiontatik a bűnök bocsánatára. A protestáns testvérek kicsit támadják, sőt nem is mindig, csak kicsit a katolikus egyházunkat, azért, mert a Szentmisét is áldozatnak nevezzük. Hogy én is idézzek egy ilyen protestáns megfogalmazási szöveget, méghozzá egy nagyon tekintélyes szöveget, a Heidelbergi KT-t, amely 1563-ban fogalmazódik, és nagyjából a kálvini hitvallásnak, a református ágnak a dogmatikus tanítását foglalja össze. Azt mondja, a mise az Krisztus egyetlen áldozatának a tagadása és átkozott bálványimádás. Nyilván ez egy kicsit középkorias megfogalmazás, de azért érezzük ezt a protestáns értetlenséget, tiltakozást a Szentmise áldozat jellege miatt. Miért mondják ezt a protestáns testvérek? Ők arra helyezik a hangsúlyt, hogy Jézus áldozata egyetlen és megismételhetetlen. Tehát nem lehet és nem is kell újabb áldozatokat, emberi áldozatokat, érdemeket, stb. Ehhez hozzátenni. Ő egyszer s mindenkorra, ahogy mondja és a zsidókhoz írt levél többször is, hogy Jézus egyszer s mindenkorra áldozta föl magát, többé nem hal meg. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. A katolikus tanítás, amikor azt mondja, hogy Krisztus
áldozata megjelenik a Szentmisében, és ilyen értelemben a Szentmise áldozat, akkor nem azt akarjuk állítani, hogy Jézus egyetlen és örök áldozatához bármit is hozzátenne a Szentmise. És nagyon gyakran ezt talán rosszul is fogalmazzuk, meg szoktuk azt mondani, hogy a Szentmisével megismételjük. Igen, ez nekem is gyerekkoromban elnézést, és közben problémát okozott ez, mert valamelyik népénekben, tehát mise énekben hallottam, hogy most újból feláldozza magát érettünk Jézus. Hát nekem ez a problémát, hogy miért áldozná fel újból magát? Tehát ilyen megközelítésben valószínűleg, hogy nem igaz ez a dolog, hogy most újból meghal Jézus mi értünk. Igen, tehát a kifejezésekben sokszor van pontatlanság, ugyanis Jézus áldozata valóban örök. És ahogyan mondtam a gondolataink legelején, hogy Istennek mindent tette örök, tehát ebbe az örök jelenbe lépünk be a szentségek által. Vagyis nem megismételjük ezt az áldozatot, mert ez megismételhetetlen és örök. Az is egy kicsikét helytelen, ha azt mondjuk, hogy megújítjuk. Mert ez nem régi. Vagy nincs szüksége arra, hogy megújítsuk. Ez örökké jelen van. A leghelyesebb kifejezés, amit a trienti zsinatban is már az egyházunk használ, az, hogy jelenvalóvá válik ez az örök áldozat. Számunkra is a szentségben belépünk ebbe az örök jelenbe. Latinul ez reprezentálni, tehát újra jelenvalóvá válik a szentség által Krisztusnak az örök áldozata. Miért mondjuk áldozatnak a szentmisét? Keresték ennek főleg a középkor folyamán a konkrét magyarázatát, és például mondtak ilyet, hogy mivel hogy külön van a szentmisében a kenyér és a bor, a test és a vér, tehát Jézus úgy jelenik meg, mint föláldozott, mint akinek a testéből már a vére kifolyt, vagy mondták azt, hogy amikor magunkhoz vesszük, akkor lesz Jézus teste áldozattá, ahogy a megemésztődik. Vagy egyesek mondták azt, hogy ahogy a pap fölajánlja a Krisztus testét és vérét, ezzel áldozza föl, úgymond. A jelen egyházi tanításunk szerint nem kell ilyen részletekben keresni a Szentmise áldozat jellegét, hanem sokkal alapvetőbben az egyházunk azt tanítja, hogy Jézus teljes húsvéti titka van jelen. Az ő egész lénye, és ennek a húsvéti titoknak egy nagyon lényeges dimenziója az áldozat. Hogy Jézus önmagát értünk adta, a bűneinkért halt meg. Tehát ez a titok jelenik meg, amelynek egy nagyon fontos dimenziója az áldozat. Nem tudna Krisztus megjelenni úgy, hogy ő ne feláldozott bárány legyen, és egyben föltámadt üdvözítő. Tehát ezek fontos dimenziói az egyetlen és oszthatatlan titoknak. És ha szabad még hozzátenni, a protestáns tiltakozásnak azt hiszem, hogy egy még konkrétabb oka az volt, hogy nem nagyon értették, főként nyilván Luther meg a középkori vitáknak a hevében, az, hogy hogyan lehet egy szent misét külön fölajánlani egy elhunytért. Ráadásul ezért még adományt is cserébe az egyház elfogad. Tehát itt nagyon úgy tűnt, hogy ez tényleg egy új áldozat. Egy konkrét emberért. És nagyon fontos itt is világosan megfogalmazni az egyházunk tanítását, amikor az egyház egy szentmisét, egy elhunyt tért fölajánl, akkor ez tulajdonképpen nem mást jelent, mint azt, hogy Krisztusnak az egyetlen örök áldozata, ami megjelenik a szentmisében, az nyilván mindenkiért történt, és ilyen értelemben oszthatatlan. Csak a szentmise hivatalos imádságában az egyház ünnepélyesen közben jár egy elhunytért. Tehát az ő számára hivatalosan, különlegesen is kérjük ennek az egyetlen örök áldozatnak az érdemét és kegyelmét. Ezt jelenti. Nem azt jelenti, mintha egy új áldozatot mutatnánk be, még kevésbé azt, hogy ezt meg lehetne bármi módon fizetni. Az adomány az ennek kapcsán szabadon felajánlott adomány, amellyel a híve az egyházunk életét segíti. Most már belemerültünk itt a Szentmise áldozatba.
Hadd kérdezzem meg azért, hogy az eukarisztia liturgiájának a mai formája az hogyan alakult ki? Az apostolok cselekedeteiben, de a páli levelekben is ugye olvashatunk a kenyértörésnek nevezett összejövetelről. Tudjuk-e egyáltalán, hogy milyen lehetett ez az ünnepi eukarisztikus összejövetel mondjuk az őskeresztény vagy az ősegyházban? Vagy aztán tudjuk-e, hogy később mondjuk az első 300-ban milyen lehetett ez a liturgia? Vagy tudjuk-e, hogy mikor alakult ki a Szentmisének a mai formája, vagy egyáltalán is ez fölmerült bennem, hogy egységes volt-e a liturgia az első századokban? Nagyon sok mindent már az Új Szövetségből, illetőleg az első őskeresztény írásokból tudunk. Nagyon világos például az, hogy kezdettől fogva az eukarisztia volt a keresztény életnek a középpontja. Már az apostolok cselekedeteiben ezt olvassuk, hogy a tanítványok egyek voltak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Vagy házaknál gyűltek össze, örömmel törték meg a kenyeret és vették magukhoz az ételt. Tehát jelzi az apostolok cselekedetei, hogy ez volt az alap gesztusa, az alap szentsége az őskeresztény közösségnek. És Pál apostol például, amikor Troászban búcsúzik az ottani keresztényektől, akkor is az eukarisztiát ünneplik. Ő az, aki prédikál, emlékszünk talán arra, hogy nagyon hosszasan egy fiú el is alszik ott az éjszakai hosszú szertartás alatt. Az ősegyházban a Szent Mise részletes leírását nem találjuk meg. Ennek az egyik oka az is, hogy titokban akarták tartani. Ezt úgy is hívták, hogy szentségi titoktartás, vagy isteni titoktartás. Ugyanis a pogányok nem nagyon értették, és félre is akarták magyarázni a keresztény misztériumokat, illetőleg mindenfajta vádat emeltek a keresztények ellen, hogy éjszaka gyűlnek össze, ki tudja miért, valakinek a testét és a vérét eszik és isszák, talán csecsemőket esznek és isznak. Tehát nagyon sokfajta félreértés született, emiatt is az őskeresztények az eukarisztiáról nem sokat beszéltek a kívülállóknak. Ennek ellenére azért a legelső egyházi iratokból már nagyon sok minden kitűnik. Egy ilyen irat a Didakhé, ami még az első század vége felé keletkezik, és ír arról, hogy az eukarisztiát ünnepli a keresztény közösség. Nagyon hangsúlyosan szerepel benne az, hogy csak az járulhat hozzá ehhez a szent kenyérhez, mert ez nem közönséges kenyér, mondja a Didakhé, aki meg van keresztelve, és aki megbánta a bűneit. Az eukarisztia elején mondja mindannyian, megvallják és megbánják a bűneiket. És aztán idézi ezt a mondatot is, ami ugyanerre utal, hogy aki szent, az jöjjön. Tehát nagyon is tudatában voltak annak, hogy ez nem közönséges étel. Ahogy egyébként Pál apostol is az első korintusi levélben idézi az utolsó vacsorának az alapító szavait, és aztán figyelmezteti is a korintusiakat, hogy mindenki vizsgálja meg magát, hogyan eszik ebből a kenyérből, nehogy a saját ítéletét egye is így. Tehát itt is nyilvánvaló, hogy ez nem közönséges kenyér, hanem Krisztus teste és vére. Ugyancsak nagyon sok mindent megtudunk Szent Justinosnak az apológiájából, aki a második század közepetáján ír. Ő sem mondja el az eukarisztia szertartásának a szavait a titoktartás miatt. Azonban nagyon sok mindent elmond. Egyrészt nagyon világos, hogy csak az elöljáró végezheti az eukarisztiát, tehát nem akárki mutatja be, szintén beszél arról, csak aki megkeresztelt, csak aki Krisztus tanítása szerint él, az részesülhet az eukarisztiából, és utána ezt írja, ezt a táplálékot mi eukarisztiának nevezzük. Ezeket mi nem úgy vesszük, mint közönséges kenyeret, vagy közönséges italt, hanem mint a megtestesült Jézus Krisztus megváltónk, az Isten igéje által a mi üdvösségünkért felvett testet és vért. Az ő hálaadó imájával megáldott táplálékot, amiből vérünk és testünk az átváltozás értelmében táplálkozik. És azt tanultuk, hogy a megtestesült Jézusnak teste és vére ez. Ez egyik legősibb tanúságunk az eukarisztiáról, és azt látjuk, hogy teljesen azonos ez a hit azzal, amit mind a mai napig a katolikus egyházunk hisz,
még az átváltozás szó is szerepel, tehát hogy valóban Krisztus teste és vére, az eukarisztikus kenyér és a bor, amelyben részesedünk. A eukarisztia liturgiájáról pedig a legősibb részletes szövegünk a Tradíció apostolikának nevezett írás, amely a 200-as évek legelejéről származik Rómából, Szent Hippolitos jegyezte le az ottani római egyháznak a liturgiáját és szokásait. És ebből szeretnék néhány sort felolvasni, mert döbbenetes, azt hiszem, hogy mennyire hasonlít a mai szentmisénkre. Azt mondja, a diakónusok nyújtsák át a püspöknek a felajánlott adományt. Ő pedig e szavakkal adjon hálát. Az Úr legyen veletek, minnyája mondják, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát az Úrnak. Méltó és igazságos. Hálát adunk neked, Istenünk, szeretett fiad Jézus Krisztus által, akit ezekben az utolsó időkben küldtél nekünk, mint szabadítót, megváltót és akaratot hírnökét, hogy teljesítse akaratodat, és szent népet szerezzen neked, kitárta karját a szenvedésben, hogy megszabadítsa a szenvedéstől azokat, akik benned bíznak. Amikor önként átadta magát a szenvedésre, hogy a halált elpusztítsa, és az ördög láncait széttépje, hogy megvilágosítsa az igazakat. Hálát adott, vette a kenyeret, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely értetek, megtöretik. Ugyanígy vette a kelyhet, és mondván, ez az én vérem, mely értetek, kiontatik. Mikor ezt teszitek, tegyétek az én emlékezetemre. És lehetne még folytatni. De ez azért csodálatos, most, ahogy olvastad, Püspök atya, hogy ha valaki részt vesz a szentmisén a 21. században, és hallja, vagy mondja a szentmise szavait, és valószínűleg nagyon sokat lehetne még idézni, mint ahogy te is mondtad most, akkor valójában nem új keletű dolgokat mond, hanem egy 2000 éves gyökérrel kapaszkodunk, és utalunk vissza, és kapcsolódunk a vértanúk korához, a legelső keresztényekhez, akik ugyanezekkel a szavakkal fordultak a megváltó fele és az Isten fele. Ez számomra egy csodálatos dolog, meg kell, hogy mondjam. Gyönyörű szép ez, hogy kapcsolódunk a gyökerekhez. Ez egy megszakítatlan folytonosság, ahogyan a papszentelések és a püspökszentelések is egy megszakítatlan lánc, ami egész az apostolokig ér, éppen így az egyházunk tanítása is. Aki az ősegyháznak az írásait olvassa, az nagyon gyakran megdöbben ezen az óriási hasonlóságon, folytonosságon. Ilyen volt például a nemrég boldogávodott Newman bíboros, aki anglikán lelkész volt, egy nagyon tudós ember, és elkezdte az ősegyház írásait böngészni, és döbbenettel csodálkozott arra, hogy a szentségek, a betegek szentsége, a házasságnak a szent volt, a stb. Tehát nagyon sok tipikusan katolikus dolog ott van a legelső gyökereknél. Tehát újra és újra aki az ősegyház életét és írásait tanulmányozza, azt hiszem, hogy ámulattal és örömmel konstatálja ezt a folytonosságot. Itt az előbb említettet püspök atya Szent Justinost, ugye, aki arról írt már, hogy itt valóban Krisztus testének és vérének tartották az első keresztények is az oltári szentséget, tehát nem csak egy szimbólumnak, mint ahogy a protestánsok mondják. Egy-két dologra még ki tudunk esetleg térni, hogy vajon mire alapozza a katolikus egyház, hogy Krisztus valóságos testét és vérét vesszük magunkhoz. Tehát itt akár biblikus hivatkozásaink, hogyha vannak, és akkor egy-két dolgot talán, ha még az egyházatyáktól tudunk idézni, ugyanis az egyik vád az, hogy az első keresztények egyáltalán nem tartották Krisztus testének és vérének a kenyértörésben elfogyasztott kenyeret és vért. Az egyik érv, amit protestáns testvérek gyakran idéznek, az az, hogy szerepel az új szövetségben a megemlékezés, vagy emlékezet. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És ebből arra következtetnek, hogy ez egy emlék vacsora, visszagondolunk Jézusra. Azonban az emlékezet vagy megemlékezés szó, ez a régi
főleg zsidó és ószövetségi liturgiában, de egyáltalán az ókori embernek a gondolkodásában nem pusztán ennyit jelentett, sőt nem is elsősorban ezt jelentette. A megemlékezés, vagy az emlékezet, ez az ószövetségi liturgiának az egyik legalapvetőbb kifejezése. Például azt olvassuk a Bibliában, hogy a kenyereket, amiket az Úristennek ajánlottak föl, ezeket kitették az Úristen elé emlékezetül. Vagy azt olvassuk, hogy megfújták a harsonákat emlékezetül. Vagy Áronnak a melltáskáján, a főpapi melltáskán 12 drágakő volt emlékezetül. Nyilván, hogy az Úristent emlékeztesse a 12 törzsre, amikor ő látja az emlékköveket, akkor megemlékezzen a népéről. Amikor hallja a harsonák fújását, akkor megemlékezzen, hallja a népének a kiáltását és segítsen. És hát az emlékezet szó aztán nagyon erősen megjelenik a húsvéti zsidó liturgiában. Az egyik húsvéti imádsága a zsidóságnak az így hangzik: emlékezz meg, Urunk, a Messiásról, Dávid fiáról, Jeruzsálemről, a te szent városodról. Vagyis amikor a Bibliában ez szerepel, hogy emlékezett, akkor ennek az emlékezésnek az alanya mindenek előtt maga az Isten, aki megemlékezik a szövetségéről, és beteljesíti az ígéreteit. A liturgiával mi emlékeztetjük őt, a harsonák fújásával emlékeztetjük, meg a 12 emlékkővel. Ugyanez a gondolat egyébként ott van az új szövetségben is, például abban a gyönyörű sorban, amit nap mint nap imádkozunk, hogy megemlékezzék szent szövetségéről, amelyet megígért Ábrahámnak és atyáinknak mindörökké. Vagyis Isten emlékezik meg rólunk, és a liturgiával mi őt emlékeztetjük. Vagyis amikor Jézus arról beszél, hogy ez egy emlékezet, akkor erre gondol, hogy az eukarisztiával az Úristent hívjuk, szólítjuk, és ő erre az emberi cselekedetre válaszol a maga kegyelmével. Maga a héber szó egyébként, ami az emlékezetre használatos, az olyasmit jelent, hogy újjáteremteni, újjánemzeni, tehát a múltat megjeleníteni. Vagyis egyáltalán nem arról van szó, hogy visszagondolunk valamire, ami megtörtént, és ami most már nincs. Hanem arról van szó, hogy egy örökisteni irgalmat kérünk, ahhoz fohászkodunk, és kérjük, hogy az Úristen emlékezzen meg az ígéreteiről. Hogy az új szövetség valóban az eukarisztiát Krisztus testének és vérének hiszi és tartja, ez nagyon-nagyon nyilvánvaló. A legvilágosabban Szent János evangéliumának a 6. fejezetében olvasunk erről, a híres kafarnaumi beszédben, ahol Jézus azt mondja, az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, ha szabad itt szó szerinti fordítást is mondani, magyarra szinte nem merjük húsomat, ezt így igen, lefordítani, de ez nagyon-nagyon konkrét és drasztikus, szó szerint így mondja, aki rágja az én húsomat, nem is az esztió, az enni szót használja, hanem a trógein, ami rágást jelent. Tehát abszolút reálisan gondol az eukarisztiára, mint Krisztus testére és az ő életében való részesedésre. Aki eszi az én testemet, annak örök élete van. És ez azért érdekes, és itt nyomatékosan megszámoltam, Jézus 5-ször egymás után mondja el ezt abban a beszédében, tehát nem csak szimbolikusan értette, nem csak úgy értette, hogy na most valamit éppen megemlített mellékesen, hanem nyomatékosan többször is elmondja egymás után. És egy érdekes dolog, hogy itt a végén azt írja az evangélista, hogy a tanítványai közül néhányan ezt már annyira, hát mai szóval élve nem tudta a gyomruk bevenni, hogy hát ott hagyták őt. És Jézus nem azt mondta, hogy jaj, bocs, tévedtem, ne, ez csak egy szimbolikus, gyertek vissza, mert ez csak egy szimbolikus beszéd volt. Nem, hanem hagyta, hogy elmenjenek, mert ezt ő így értette, ahogy mondta. Igen, nagyon érdekes a későbbi hitvitákban, hogy hogyan érvelnek az egyes szereplői ezeknek a vitáknak. Az egyik ilyen nagy eukarisztia tagadó Zwingli, a svájci reformátor, aki egyenesen azt mondja, hogy amikor Jézus ezt mondta, hogy ez az én testem, hoc est corpus meum, akkor ez ezt, ami azt jelenti, hogy van, ez ugyanaz, Zwingli szerint
behelyettesítendő azzal a szóval, hogy szignifikát, ez jelenti, ez jelzi az én testemet. Tehát döbbenetes, hogy egy ember eljut idáig, hogy Jézus szavait mintegy fölülbírálja és átírja, hogy ő nem azt akarta mondani, hogy ez az én testem, csak az, hogy ez jelenti az én testemet. És Zwingli azt mondja, hogy a szentségek azok csak szép szimbólumok, amikkel egy vallási közösség az egységét megünnepli, megjeleníti. A hitviták során fölmerült, főleg talán Luther tanításában az, hogy mintha az egyház egy idejét múlt filozófiát is védene, amikor az eukarisztia tant megfogalmazó, és a klasszikus katolikus megfogalmazás az átlényegülés, amit latinul így nevezünk, hogy transzubstanciáció, vagyis hogy a kenyér és a bor lényegileg átváltozik, valóban átváltozik, és Krisztus teste és vére az, amiben az eukarisztiában részesedünk. Luther azt mondta, hogy hát ez kötődik egy bizonyos filozófiához, az arisztotelészi filozófiához, ahol van lényeg és vannak járulékok, akcidensek, amit magyarban egy kicsit furcsán színeknek fordítunk, a kenyér és a bor színe. Ez nyilván nem színt jelent, hanem a felszínt, a súlyát, az ízét, a tulajdonságait, tehát a külső megjelenését ennek a lényegnek, a kenyér és a bor lényegének. Tehát azt mondja Luther, hogy mintha egy konkrét filozófiát szentesítenénk ezzel, ami beszél szubstanciáról, meg beszél akcidensről, és azt mondja, hogy a szubstancia megváltozik. És Luther azt is hozzáteszi, hogy szerinte ez egyébként lehetetlenség, szubstancia nélkül, a kenyér lényege nélkül, a kenyér akcidensei, az íze, a súlya, stb. Nem tudnának létezni. Tehát elképzelhetetlen azt végig gondolni, hogy eltűnik a kenyérnek a lényege, de a színe megmarad, az akcidensek megmaradnak. És nagyon érdekes, hogy erre a katolikus egyház hogyan reagál a trienti zsinaton, ahol gyönyörű szépen a trienti zsinat megfogalmazza azt, hogy az eukarisztia valóban Krisztus teste és vére. Ezzel indít. És miért? Azt mondja, mert Krisztus ezt mondta, hogy ez az én testem és ez az én vérem. Tehát ez egy gyönyörű és erős hitvallás, ami pusztán minden emberi okoskodáson túl Jézusnak a szavára hivatkozik és az ebbe vetett hitünkre, és utána a zsinat hozzáteszi, hogy ezt a csodálatos átváltozást, ami itt megtörténik, tehát hogy a kenyér valóban Jézus teste lesz, ezt helyesen nevezi az egyház átlényegülésnek vagy transzubstanciációnak. Vagyis nem ehhez a szóhoz ragaszkodunk, ez egy helyes megnevezés, egy nagyon fontos megnevezés. Nem is egy filozófiához ragaszkodunk, ez egy módja annak, hogy az örök titkot, az eukarisztia lényegét az egyházunk megfogalmazza. Én azt hiszem, hogy ezek a hitvédelmi percek nagyon hasznosak voltak most, és hát itt tényleg a protestáns testvéreknek innen, ha lehet egyáltalán ilyet üzenni, hogy azok, akik évszázadok óta azt vallják, hogy egyedül az írás, egyedül a szentírás alapozzák a hitüket, hát ha van szentség, amelyet a keresztségen kívül jobban lehet a szentírásból gyökeresztetni, mint az eukarisztia, akkor hát én nem tudok mást. Tehát legyenek kedvesek akkor olvasni ezeket az evangéliumi részleteket, és Püspök atya, akkor a hátralevő percekben akkor néhány olyan gyakorlati kérdésről is beszéljünk, amely egy átlag keresztény hívőben, katolikusban fölmerülhet az eukarisztia kapcsán. Jézus a testéről és a véréről beszél, mind az előbb említett ugye kafarnaumi beszédben, mind pedig az utolsó vacsorán is. Az első keresztények az eukarisztikus ünneplés során mind a két szint sokáig magukhoz vették a szentmisén, de mi most ezt miért nem tesszük? Tehát mi ennek az oka, és egyáltalán nem merülhet föl bennünk a kétel, mint ahogy a századok során azért elő is fordult az egyház történelemben, hogyha csak Krisztus testét vesszük magunkhoz, akkor nem részesültünk teljesen az eukarisztiában? Az eukarisztia szentségének a külső jeléhez lényegileg hozzátartozik a kenyér és a bor, a test és a vér. Tehát enélkül nem lehet az eukarisztiát ünnepelni, és kötődünk ahhoz a módhoz, ahogyan Krisztus ezt a szentséget az utolsó vacsorán alapította, amikor megtörte a kenyeret, és a borral telt kelyhet a tanítványainak odaadta. Tehát enélkül, ha mondjuk nincsen például börtönben van egy pap,
és nincsen semmiféle módja, hogy borhoz jusson, nem tud szentmisét bemutatni. És minden szentmisében ez a kettő megvan. Akkor is, ha nem mindenki áldozik két szín alatt, az eukarisztikus áldozatban, a szentmisében ott van Krisztus teste és vére. Hogy az egyházunkban a két szín alatti áldozás, ami kezdetben nyilvánvaló általános volt, tehát így történt Jézusnak az utolsó vacsorája, egyébként a zsidó húsvéti lakoma mintájára, ahol szintén a kelyhet, amit a családapa vett a kezébe és megáldott, utána körbeadták. Sőt, az is már benne volt a zsidó húsvéti rítusból, hogy egy kis vizet töltenek hozzá, tehát ez is egy nagyon ősi emlék a liturgiánkban, még a húsvéti vacsorának a szertartásából. Tehát sokáig két szín alatt áldoztak a keresztények, és tulajdonképpen, amikor a kereszténység kezdett tömegvallássá lenni, tehát rengetegen lettek a keresztények egy-egy szentmisén, akkor nagyon nehézzé vált ezt gyakorlatban megoldani. Akár az a folyamat is, ahogy a mai típusú szentostyák kialakulnak. Ez is tulajdonképpen egy praktikus igényből születik, hogy ennyi felé már a kenyeret nem lehetett volna széttördelni, annyi morzsa keletkezett volna, nem lehetett volna rá vigyázni. És hát az egyházunk, mivel óriási tisztelettel veszi körül ezt a szentséget, tehát nagyon vigyáz arra, hogy egyetlen morzsa se essen le. Egyébként ez is talán jó tudni, hogy nagyon ősi egyházi szövegeinkben ott van, hogy minden morzsára vigyázni kell, mert magának Krisztusnak a teste iránti tisztelet jelenik meg az eukarisztia színei iránti tiszteletünkben. Tehát lassanként, ahogy rengetegen áldoznak, átalakul a kenyérnek a formájain kicsi ostyákká, ahol sokkal kisebb a veszély, hogy morzsák vagy darabok leesnének, és lassanként eltűnik az, hogy két szín alatt áldozhatnának, hogy mindenki, ha nem tudom, ezren áldoznak, nyilván nagyon nehéz megoldani, hogy mindenki a szent vérből is részesedjen, illetőleg megint csak a félelem, hogy lecsöppen, meglökik, stb. Tehát ez is ott volt, ez az aggodalom és tisztelet az egyházunkban. Elvileg az egyházunk soha nem utasította el a két szín alatti áldozást. Voltak is mindig alkalmak, amikor ez így történt. Nagyon érdekes, és ezt is kevesen tudják, hogy a trienti zsinat, ahol a reformáció kapcsán ez a téma is újra fölmerült, hogy hát miért nincs sokkal általánosabban két szín alatti áldozás. A trienti zsinat úgy fogalmaz, hogy egy-egy régió vagy nép kérheti a pápától azt a különleges kegyet, hogy ott két szín alatt lehessen áldozni. Tehát akkor a zsinati atyák, akik úgy üléseztek általában, hogy a pápa nem volt jelen, úgy érezték, hogy ez egy nagyon fontos lépés lehet, egy gesztus lehet a reformációnak a területei felé mutatni, hogy nincs ezzel elvi problémája a katolikus egyháznak, és ha a körülmények úgy látszanak, akkor lehetséges a két szín alatti áldozásnak az engedélyezése. Tehát egy gesztus akart lenni, később aztán senki nem élt, ez, vagy hát úgy kicsit feledésbe merült ez a trienti zsinaton meghozott döntés. A második vatikáni zsinat aztán próbálta a két szín alatti áldozásnak az alkalmait általánosabbá tenni, és mind a mai napig például nászmiséken, vagyis esküvői szentmiséken az egész násznép áldozhat két szín alatt, lelki gyakorlatokon, szemináriumokban, és hát vannak ilyen rendkívüli esetek, amikor lehetséges a két szín alatti áldozás. A lényeget illetően pedig nagyon fontos azt világosan látni, hogy nyilvánvalóan Krisztus egy és oszthatatlan. És a szentségnek minden darabjában, minden jelében, a borban is, a kenyérben is ő van egészen jelen. Vannak például olyan betegek, akik már nem tudnak szentostyával áldozni. De mondjuk egy kis szent vért magukhoz tudnak venni. És amikor a kehelyből egy csöppet iszik, nyilván ugyanaz a teljes Krisztus jön el hozzá. Tehát a szentségnek minden részében a teljes Krisztus van jelen.
Van még néhány percünk, az alatt néhány gyakran ismételt kérdést szeretnék föltenni, amennyire jut időnk. Az egyik az, és ez valós probléma, mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk valaki, ugye itt nyár eleje közeledik nem sokára, tehát mondjuk valaki protestáns környezetbe megy el nyaralni, mondjuk Németország egyes vidékeire teszem föl, és csak protestáns istentiszteletre tud elmenni vasárnap. Vagy mi a helyzet mondjuk ugyanebben a helyzetben az ortodox egyházakkal? Tehát itt most a kérdésem lényege a Szent Mise érvényességére, a vasárnapi szentmise hallgatásra vonatkozik. Ez két külön kérdés is volt egyúttal. A tíz parancsolatban halljuk ezt a törvényt, hogy az Úr napját szenteld meg, és a keresztény értelmezés a legfontosabb momentumának, a hetedik nap megszentelésének az eukarisztiában való részesedést tartotta kezdettől fogva az Úr napján, vagyis a hét első napján, amikor Krisztus föltámadt, a szombat átkerül a keresztény hagyományban már az első évszázadtól kezdve vasárnapra, mert az üdvtörténet legnagyobb eseménye az újjáteremtés, a megváltásunk titka a hét első napján vasárnap történik. Már erre utal a Jelenések könyve például, amikor azt mondja, hogy a hét első napján, az Úr napján megjelent nekem Krisztus. És aztán az első egyházatjáink, akár Plínius, aki ír egy jelentést Trajanus császárnak, szintén erről emlékezik meg, hogy a nap napján, dies solis, vagyis a vasárnap hajnalban a keresztények összejönnek. Tehát az Úrnapja megszentelésének az egyik legfontosabb módja és cselekedete volt kezdetektől fogva az eukarisztián való részvétel. Annyira, hogy nagyon sok keresztény az életét ezért kockáztatta. Ezt is gyönyörű olvasni. Vannak olyan keresztények, akiket pont eukarisztia ünneplése alatt fognak el, ilyenkor ütnek rajtuk a római katonák, és hallunk egy olyan perről, ahol kérdezi a prefektus, hogy hát miért nem tartottátok be a tilalmat, ha tudtátok, hogy az üldözések alatt bevezettek ilyen tilalmakat, hogy nem szabad összejönni titkos helyeken, stb. Miért nem bírtátok ki? És a keresztények mit felelnek? Azt mondják, hogy eukarisztia nélkül nem tudunk élni. Tehát inkább az életüket kockáztatták, de ott mindig jelen voltak, és ebben a titokban részesedni akartak. Visszatérve a jelenhez, a mindenek előtt azt mondom, hogy ha szervezünk egy nyaralást, akkor nagyon szép, nagyon jó lenne, ha bennünk lenne az őskeresztényeknek ez a lelkesedése, lelkülete, hogy eukarisztia nélkül nem tudok élni. Tehát egy fontos szempont lenne az, hogy megnézem. Vasárnap, szombaton, stb. Megnézem, hogy milyen városok vannak, hova lehet eljutni, hol van templom, hol van mise. Tehát tényleg szívügye legyen egy embernek vagy egy családnak kicsit e köré is szervezni a szombatot vagy a vasárnapot. A gyerekek számára is azt gondolom egy nagyon fontos tanítás. Amikor egy család, akkor is, ha éppen az olasz tengerparton vagy bárhol van, vasárnap úgy érzik, hogy fontos a Krisztussal való találkozás is. Tehát ne huszadrangú kérdés legyen ez. Nyilván vannak olyan esetek, amikor mégsem lehetséges gyakorlati nehézségek miatt, vagy nagyon sokat kellene utazni, stb. Tehát nem megoldható. Ilyenkor is az embert kötelezi az, hogy az Úr napját szentelje meg. Ennek nagyon sokféle módja van. Minimálisan nyilván az, hogy az ember imádkozik, Bibliát olvas, családban akár együtt. És ha van a közelben protestáns istentisztelet, ez is egy módja annak, ahogy egy katolikus ember is megszentelheti a vasárnapot, tehát nagyon jó és helyes, ha nincs éppen katolikus templom, oda elmennek és ott imádkoznak, és ugyanazt a Bibliát hallják, ugyanazt a Mi Atyánkat mondják, tehát az imádságban részt tudnak venni. Még inkább ez a helyzet akkor, hogyha ortodox eukarisztia van, ugyanis az biztosan mindenki tudja, hogy az ortodox egyházban a szentségek ugyanúgy töretlenül megvannak. És egy nagyon fontos dolog, amit sokan nem tudnak, hogy a keleti és a nyugati egyház szétszakadt sajnálatos módon, főként politikai okok miatt 1054-ben,
És tulajdonképpen a nyugati egyháznak a nagyon konkrét szentségi tanítása ez után fogalmazódik meg. Tehát nagyon sok konkrét fogalom, akár például a transzubstanciáció, de nagyon sok minden más, csak 1054 után fogalmazódik meg itt nyugaton a latin egyházban. De ennek ellenére a keleti egyházzal szentségtani kérdésekben teljes egyetértésben vagyunk. Tehát ez is mutatja, hogy a lényege a szentségi hitünknek az pontosan ugyanaz volt, ebben semmi nehézség, semmi különbség közöttünk nincs. A szentségekről a keleti egyház is ugyanazt hiszi, mint és vallja, mint a nyugati egyház, vagyis az ortodox eukarisztia éppen olyan értékű, mint a katolikus szentmise. Lehetne is belőle részesülni. Azt nagyon fontos azért tudni, hogy sok esetben az ortodox testvérek nem szívesen veszik, ha egy katolikus ember oda megy és áldozni akar. És éppen ezért ezt jó egy kicsit talán megkérdezni tapintatosan, vagy ismerősöktől, stb., hogy mi ott a szokás, és nyilván, ha az ortodox egyház úgy áll éppen hozzá, hogy nem, akkor nem kellene ebből egy vitát ott a templomban elkezdeni, tehát el kell sajnos ezt fogadni, hogy nincs még teljes egység közöttünk, és így a szentségekben is ez a fájdalom vagy megosztottság megjelenik. Minden esetre az azért iránymutató az előttünk álló nyára, mindaz, amit a Püspök atya most mondott, és hát ahogy az órára tekintek, azt kell látnom, hogy sajnos lejárt a műsoridőnk, de hát lesz még jövő héten is hitkapuja, ugyanebben az időben találkozhatunk majd. Hogyha az elhangzottakkal kapcsolatban kérdésük vagy véleményük van, nyugodtan írjanak nekünk a mariaradio.hu honlapon található e-mail címek valamelyikére. Kívánjuk, hogy a pünkösd ünnepén most töltse be még a lelküket a megvilágosító lélek, hogy az esetleges kételjeikre választ találjanak. Kívánjuk, hogy a Mária Rádió műsorait hallgatva egyre jobban elmélyüljön a hitük, ahogyan azt a Szent Atya is kéri a hitévére írt apostoli levelében. Ezekkel a gondolatokkal búcsúznak a hitkapuja szerkesztői, Székely János püspök atya és Kindelman Győző, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.